Forzasztó lehet figyelni a világot egy olyan szemmel, illetve egy olyan nézőpontból, amelyik nem hajlandó elismerni azt, hogy a teremtő igenis létezik, és ő az, aki ezt az egészet összehozta, illetve az ellenség is létezik, és ő az, aki ezt az egészet megpróbálja elpusztítani velünk együtt. Aki nem így látja a helyzetet, az soha nem fogja megérteni a, a dolgokat összefüggésében. Annak az egész csak egy nagy káosz lesz, mindenféle elméleteket fog hajkurászni, és az éljenek, az anunákik, a, a, az illuminátik, meg mit tudom én, mindenféle dolgokban el fog veszni előbb-utóbb. És pontosan ez volt a lényege annak, amit az ellenség mindvégig próbált csinálni. Legborzasztóbb azt látni, hogy az emberiség olyan összezavarodott állapotba került mára, hogy azt sem tudja, hogy milyen nemű. El lehetett hitetni az emberiséggel azt, hogy megválaszthatja azt, hogy milyen nemű, és megcserélheti a nemét. El lehetett hitetni emberekkel azt, nem is kevés emberrel, hogyha akar, ő egy másik nem lehet, és úgy boldogabb lesz. Több tízmillió millió ember van a világon, aki nem csak, hogy nincs tisztában azzal, hogy ő maga milyen nemű, hanem támogatja ezeket a zavarodott embereket abban, hogy ők próbálják megváltoztatni a nemüket. Mint hogyha az egyszerűen csak annyi lenne, mint átöltözni. És ez gyermekekkel, felnőttekkel, bárkivel megesed. Hogy ő egyszer csak gondol egyet, és ő úgy dönt, hogy más nem akar lenni. Nem csak, hogy más nem, hanem egyáltalán, hogy ne legyen neme. Vagy minden, ami a kettő közt szerepel. Egyik nap ez, másik nap az, harmadik nap amaz. És emberek azzal töltik a napjukat, hogy megpróbálnak értelmet adni egy-egy ilyen ostobaságnak. És majd azt gondolják, hogy ez az, ami őket meg fogja határozni, az, hogy ő, ők kik valójában. Kialakult egy olyan világ, ahol az emberek nem képesek saját maguk életének értelmet adni, hanem mások elismerése, illetve mások véleménye számít, és valahogyan különlegesnek próbálnak lenni. Ebben az ostoba harcban persze a végeredmény az lesz, hogy igazából ugyanúgy nem lesz értelme az életének, mint ahogy eddig sem volt. Hiszen ha valakinek más kell ahhoz, hogy értelmet adjon az életének, akkor az nagyon nehéz lesz. Ez természetesen nem egy véletlenszerű folyamat, és ez nem azt jelenti, hogy a társadalom csak véletlenül idáig fejlődött. Vagy az emberiség ennyire elfogadó lett, vagy szereti egymást, vagy nyitott lett. Ez az egész egy folyamat eredménye. Annak az eredménye, hogy azok, akik uralják és irányítják a világot az ellenség segítségével, ezt a célt tűzték ki. Így manipulálták az embereket, így programozták őket, és így alakítják a folyamatot évről évre, évtizedről évtizedre, hogy idáig, idáig jutottunk hogy az emberiség ilyen dolgon egyszerűen értezetlen. Ilyen dolgon akad fenn, hogy kinek mi a neme. És ha valaki azt gondolja, hogy olyan magazinok, illetve olyan média elemek, mint a National Geographic, aki egy különleges kiadványjal készült a Gender Revolution, ami ugye a, hát a nemek forradalma tulajdonképpen, amikor minden játszik, bárki lehet bármi, az egyszarvútól elkezdve a leszbikusig. Az, amikor az erkölcstelenség és ez az utálatosság nem csak, hogy elfogadott lesz, hanem egy követelmény lesz. És mindenki, aki ezzel nem ért egyet, az egyelőre csak, csak maradi, vagy rasszista, vagy túlságosan fundamentalista. Azonban az idő közeledik, amikor, amikor az, aki nem hajlandó elfogadni ezeket az erkölcslenen és szánalmas dolgokat, az az ember vagy terrorista lesz, vagy pedig e, ilyen vagy olyan formában bűnöző. programozás és a manipulálás a társadalom minden rétegét érinti. Ez esetben az amerikai cserkészek, akik, e, ugye, boy Scout ami azt jelenti, hogy a, ez a fiú részleg, a férfi részleg, mostantól ők is elfogadnak e, transznemű gyere, gyerekeket, amik ki tudja, hogy az mit jelent, hogy most fiú vagy lány, az a lényeg, hogy mostantól nem lehet csak fiúkból álló cserkész egyesület, hanem el kell, hogy fogadja a transz neműeket is, és így segíti elő a nemek forradalmát. Aki nem fogadja ezt el, az maradi, az rasszista, az bigot, vagy ez, vagy az, és közben ezek a bohócok, akik azt gondolják, hogy ezek kifejezik azt, hogy ők mennyire szeretik embertársaikat, nem hajlandók megérteni azt, hogy ez a szeretet, amit a világ hirdet, ez az ellenségtől származik, és semmi köze nincs az igazi szeretethez. Azok az emberek, akik azt hirdetik, hogy ők mindenkit szeretnek, és elfogadnak úgy, ahogy azok, azok tudatlanságukban az ellenség tervét segítik elő, és azt mozdítják elő. Ugyanúgy, ahogy azt mindig is tették a tudatlanok a történelem során. Nem csak a tudatlanok, hanem a lázadók és az erkölcstelenek ugyanúgy. Ki azon kapja magát, hogy ezt támogatja, vagy akár csak egyetért ezzel, az már egy jó ideje rossz úton jár. Aki ezt az erkölcstelen és utálatos dolgot elfogadja vagy támogatja, az már egy jó ideje félrevezett az ellenség. Ez a dolog, mint ahogy nagyon sok más, amit a világ hirdet, hamarosan el lesz törölve a föld színéről. Úgy mindazokkal, akik részt vesznek benne, és mindazokkal, akik ezt támogatják. Ez az időszak arra való, hogy felébredjen az, aki keresi, hogy mi az igazság? Még most felébredhet, és, és megláthatja, és észreveheti azt, hogy ez a világ el fog tűnni, mert el kell, hogy tűnjön. Az a világ, amelyik a tudatlan, az a világ, amelyik annyira tudatlan, hogy a tudatlanságában a mindenható ellen fordul, és megpróbálja eldönteni azt, hogy milyen nemű. Annak a világnak igazából semmiféle jövője nincsen. Hiszen ez a kezdet kezdetén meg lett határozva, hogy mi a két alternatíva. Arról soha nem volt szó, hogy mi kiválaszthatjuk, hogy mi mik akarunk lenni. A teremtő ezt eldöntötte akkor, amikor megfogant az a gyermek. Az, ami a világban zajlik, ez a erkölcstelen és utálatos viselkedés, ez a tudatlanság, ez kellene, hogy jel legyen mindenki számára, hogy mennyire közel van az ítélet és az igazságnak a, a napja és az a pillanat, amikor mindenki meg fogja tudni, hogy mennyire félre lett vezetve és hogy mennyire tudatlanul él figyelmeztető jelek azok körülöttünk vannak mindenhol. Bármer is fordítja az ember a fejét, bármit hallgat, bármilyen zenét, bármilyen filmet néz, bármer pillant, mindenhol ezt látja. Ilyen vagy olyan módon a tudatlan emberiség lázad a teremtő szabályai ellen. És észre sem veszi. A legborzasztóbb az, hogy a legtöbb ember észre sem veszi azt, amit csinál, és amiben részt vesz. Annyira eltávolodott a valóságtól, semmi más nem érdekli, csak az, hogy mit gondolok róla, a többiek, mi az, amit még meg tud tapasztalni, mi az, amit még meg tud venni, meg tud szerezni. Izgul azért, hogy mi lesz vele, mi lesz a családjával, mi lesz holnap, mi lesz a jövő héten. Semmi más nem jut az ember eszébe. Semmi más felsőbb célja nincs senkinek, a legtöbb embernek nincsen. Élnek úgy, mint egy robot. Most, amikor az információ ingyen elérhető, és korlátlan mennyiségben, ez az az időszak, amikor az emberiség a legnagyobb tudatlanságba süllyed. És még azt mondják, hogy a Teremtőnek nincsen humorérzéke. Ez az az időszak, amikor amikor szétválasztja azokat, akik őt keresik és megtalálták és őt szolgálják, és a többieket. Azokat, akik értéktelenek, és azok, akikben még értéket lát. És az, ahogyan minden nap az ember viselkedik és cselekszik, és megnyilvánul, az alapján fogja meghatározni, hogy ki az, aki az övé. És ehhez nem elég mondogatni azt, hogy ő szeret, meg hogy ő elfogad mindenkit, hisz ezek a bolondok is ugyanezt mondogatják. Akkor hogy lenne elég azt mondogatni? Kell, hogy legyen egy szabályrendszer. És van egy szabályrendszer. Egy olyan időszakban, amikor a szülők önként adják a gyermekeiket az ellenség kezébe, azzal, hogy összezavarják a legelemibb kérdéseit az önismeretének, a gyermek önismeretének, ez az az időszak, amikor a mindenható szét fogja választani a polondokat azoktól, akikben még lát valamennyi fantáziát. Ugyanúgy, ahogy szétválasztotta őket az özönvíz idején, és egyáltalán nem érdekelte az, hogy az egész emberiségből csak nyolc az, aki túléli. Ha egyszer az az a nyolc, aki azt csinálja, amit ő mondott, aki úgy értelmezi a jót, ahogyan ő meghatározta, aki úgy értelmezi a szeretetet, ahogyan ő meghatározta. Nem a saját feje után megy, a többi ember feje után megy, meg gondolatai után. Nem fogadja el a programot, a manipulálást, a hazugságokat, hanem megkeresi azt, hogy mit akar a teremtő, mi az, amit ő meghatározott. És az szerint él. Ha ez 8 ember, akkor az 8 ember. Ha az négy ember, akkor az négy ember. Mindenkinek megvan a választási lehetősége ugyanúgy, ahogy eddig is megvolt. Mindenki tudja azt, hogy mik az ő elvárásai, mik azok a követelmények, amiket ő támaszt azzal szemben, akit ő megvédelmez és akit ő kiválaszt. Nincs jelentősége annak, hogy hány ember fogadja el azt, amit mi gondolunk, hány ember hirdeti, az hány oldal hirdeti, az hány lájkot like kapunk rá, vagy mi az, amit mi gondolunk. Az egyetlen dolog, ami számítani fog a végén, az az, hogy ő mit mondott, és ki volt az, aki hajlandó volt felkutatni, és hajlandó volt megváltoztatni az egész életét annak érdekében, hogy elhagyja ezt a fertőt, ezt a tudatlanságot, és hátat fordítson a bolondoknak. És aki hajlandó hátat fordítani a bolondoknak, az megnyer mindent, ahogyan ezt ő megmondta és megígérte. Többi pedig eltűnik úgy, ahogyan ezt megérdem. És minden nappal a káosz egyre nagyobb lesz, és egyre nehezebb lesz meghozni azokat a döntéseket, amiket meg kell. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy ébredjen fel és ne próbáljon engem meggyőzni arról, hogy nekem kellene úgy élni, mint a bolondoknak, hanem esetleg próbáljon utána nézni annak, hogy miért látja ő így. Hogy ki az, aki őt félrevezette, ki az, akitől ő kapja az információt. Mert lehet, hogy ő az, aki rosszul látja. Még annyit elárulnék most, hogy ez az Infobubble csatorna, amit most néztek, ezt be fogom fejezni, és nem fogok videókat feltölteni erre többet. Esetleg nagy ritkán a, a jövőben, hanem egy másikon fogom folytatni. Mert el szeretném kerülni azt, hogy ilyen vagy olyan oknál fogva letítsák a csatornát és újra fel kellett töltenem az, azt a 400 videót, úgyhogy inkább jobbnak láttam, hogyha átköltözök egy másikra, és ott folytatom tovább, úgyhogy eh, mostantól a kék stop táblát keressétek, és eh, ugyanígy infobubble lesz a neve, és minden ugyanígy fog tovább menni, csak egy másik eh, YouTube csatornán. Ezek a videók ugyanígy elérhetők lesznek, csak azt szerettem volna elkerülni, hogy eh, hogy valami oknál fogva letétsák, és akkor az az óriási munka újra feltölteni az összes videót. Úgyhogy inkább most átköltözök, amíg még, amíg még ez egyszerű. Szóval keresétek meg a, a linket, a leírásban benne lesz, még most az elég kezdetlegesnek néz ki, de, de hamarosan, hamarosan át fogok költözni oda, és ott fognak megjelenni az új videók. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!